Köszöntöm a Telenne magazin nézőit, Sarkadi Krisztina vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai magazinban. Jelentős áremelések lesznek a bérleményekben. A zeneiskola épületének története. Elkészültek az új csónakház tervei. Halloween-i kézműves foglalkozást tartottak a Magházban. Az energiaárak drasztikus növekedése kényszerlépésre késztette a város önkormányzati testületét. Legutóbbi ülésükön arról született döntés, a jövőben háromszorosára emelkednek az önkormányzati ingatlanok bérleti díjai. De dupla annyit kell fizetni majd az ingatlanok bérlőinek is. Elkészült a város bölcsödéje, és a testület döntése értelmében kiírták a vezetői pályázatot. Számos létesítmény bérleti díját szükségszerűen megemelte a városi önkormányzat, hiszen más módon nem tudja kigazdálkodni a megnövekvő energiaárakat. Ameddig a lehetőségek engedték, a lehető legalacsonyabban tartottuk ezeket az árakat. De ez most már nem tartható, mondta Apelsz a Ferágnes polgármester. Mondjuk sportlétesítmény esetében a környező települések bérleti díjához képest viszonylag alacsonyan tartottuk eddig a bérleti díjakat. Ezt most kénytelenek vagyunk a háromszorosára emelni. Ez sem túlzó, én azt gondolom. Tehát például egy órára a lovardát vagy a nagy sportcsarnokot egy sportegyesület 9000 forintért tudja bérelni. Én azt gondolom, hogy ez nem sok. Itt most a kiemelt sportegyesületek jelen pillanatban egy kedvezményt kapnak. Aki nem kiemelt sportegyesület és úgy szeretné bérelni, az 18000 forint. Tehát én azt hiszem, hogy ha a környező településeken, pláne egy nagyobb városét nézzük, akkor ezek nem túlzó bérleti díjak. Körülbelül minden a háromszorosára emelkedett, és értem ez alatt például az orvosi rendelőket is, akik magánorvosi praxist vagy magánorvosi rendelőt üzemeltetnek itt a városban, és ezért az önkormányzattól bérelnek helységet, ott is emelkedtek a bérleti díjak. Ezek már november 1-től hatályba léptek. A lakásbérlők számára ennél sokkal kedvezőbb konstrukciót szavazott meg a testület. A bérlakások tekintetében úgy döntöttünk, hogy nem a háromszorosára, hanem a duplájára emeljük ezeket. Hozzáteszem, hogy ezt is nagyon alacsonyan tartottuk. Tehát eddig egy összkomfortos, jól felszerelt lakásnak a bérleti díja, tehát a legmagasabb bérleti díj eddig 26000 forint körüli összeg volt, plusz hogyha ezt a duplájára emeljük, és itt már családi házakról is beszélünk akár, akkor ez még mindig nem túlzó. Úgy döntöttünk, hogy ezt viszont január 1-től, tehát a karácsonyt ezzel nem terhelnénk az ott lakókat, hanem csak január 1-től vezetnénk be. A költségvetés módosításának átvezetése után az látszik, hogy nincsenek működési veszélyben a város intézményei. Szerencsére az évet azt ilyen lazán terveztük, ebbe azt értem a laza tervezést, hogy hagytunk bennük tartalékot, és ez azt jelenti, hogy azokkal az intézkedésekkel, amit korábban meghoztunk, értem ez alatt azt, hogy 25%-os energia csökkentést írtunk elő minden intézménynél, így ezt az idei évet nem fogja érinteni. Tehát plusz forrást nem kellett hozzárendelnünk a tartalékokból, de nyilván a következő évben ez nagyon meg fogja terhelni az önkormányzat költségvetését, úgyhogy azon dolgozunk egyébként valamennyien itt a hivatalban is, és a képviselőtestületben is, hogy honnan tudnánk esetleg átcsoportosítani az energiaáremelések kapcsán megemelkedett díjakra plusz forrásokat. Nyilván vannak adóbevételeink, de nem szeretnénk feltétlenül a fejlesztéseinkről lemondani, hanem inkább próbáljuk a működést olcsóbbá tenni. Ez ügyben már születtek korábban is döntések, és várhatóan még ez év végéig még lesznek önkormányzati döntések, ezek előkészítése folyamatban van. Néhány hónappal ezelőtt még egy ilyen kép fogadta a tolnai bölcsöde felé sétálókat. Azóta a beruházás és a műszaki átadás is befejeződött. A múlt hét végére a kivitelező befejezte a kivitelezést, és a műszaki átadás is lezárult. Ez azt jelenti, hogy fizikai valójában már a bölcsöde létezik. Nyilván itt használatba vételi engedélyt kell még szerezni, aztán utána működési engedélyt, de ahhoz, hogy ez az intézmény valóban meg tudjon nyílni, ehhez nem csak az épületre, hanem a humán erőforrásra és a működési engedélyekre is szükség van. Tehát most döntött a képviselőtestület arról, hogy a Tolna városi bölcsőde intézmény vezetőjére
pályázatot hirdet, tehát nagyon várjuk azokat a jelentkezőket, akik esetleg szívesen vezetnék ezt az intézményt, és az alapítókirat létrehozása már az elmúlt testületülésen megtörtént, tehát arról már döntöttünk. Most meghirdetjük az intézményvezetői álláshelyet, és az új intézményvezető várható majd a szakmai program összeállításával és a működési engedély megszerzésével, valamint a további személyzet felvételével lehetővé teszi, hogy a jövő év tavasza közepén körülbelül meg tudjon indulni a bölcsőde. Egyébként még egy döntés is született a bölcsőde kapcsán, méghozzá az, hogy ugyanaz épület megvan, de az eszközök még nincsenek meg, úgyhogy a képviselőtestület megindított egy beszerzési eljárást az eszközök tekintetében, mert hogy nem csak a falak kellenek, hanem játékok és ágyak, asztalok, mindenféle praktikus dolgok, amik kellenek egy bölcsihez, és ez is várhatóan a néhány hónapon belül le fog zajlani. A két csoportos gyermekintézményben 25 kisgyermeknek lesz majd helye. Ferences kolostor, templom, dohányraktár. Mindössze néhány példa arra, hogy évszázadokkal ezelőtt milyen funkciókat töltött be Torna egyik patinás épülete, amely napjainkban a Fusz János zeneiskolának és a Gesztenyi Iskert óvodának ad otthont. A következőkben az épület történelméről mesél Link Judit helytörténész. Egy tolnai lakos számára sem ismeretlen a város szívében elhelyezkedő történelmi hangulatú épület, amelyben jelenleg egy óvoda és a helyi zeneiskola üzemel. Link Judit helytörténész többet magával kutatta fel az ingatlan múltját. Elmondta, egykor ferences kolostornak készült a létesítmény. Török, amikor kivonult Tolnáról, török kiűzése után egy teljesen elhagyott, lerombolt város maradt itt. Az 1680-as évekre már egy-két család visszaköltözött, illetve újak más tartományokból, más országokból is jöttek. Tehát egy nagyon-nagyon kevert lakosság lett Tolnán az 1680-as években. Viszont az egyházi életet megszervezni nem tudta se a Pécsi Egyházmegye, se a fehérvári prépostság, aki igényt tartott volna erre a területre, se a kincstár. Így bosnyák ferences szerzetesek jöttek 1688-ban Tolnára, és úgy gondolták, hogy hát nekik való feladat ez, hogy megszervezni a vallási életet ebben a városban, ami teljesen kevert lakosság. A ferencesek nagyon egyszerű életet éltek, tehát tudtak beszélni a szegény emberek nyelvén, nagyon gyorsan befogadták őket, és ők megtelepedtek az akkor romos tolnai nagy templomba, és elkezdték építgetni. Aztán egy idő után az 1723-as években, 1723-ban úgy tudom pontosan, a Pécsi Egyházmegye is rájött, hogy hát azért neki ezt meg kellene, ezt az egyházi életet itt hivatalosan is szervezni, és plébánost küldött Tolnára. A 35 év munkája, amit ferencesek beleöltek ebbe a városba, nem múlt el nyomtalanul, tehát gyakorlatilag egy lelki életre kész, fogékony lakosságot talált itt a plébános, viszont sajnos a ferenceseknek a templomból, nagy templomból menniük kellett. Elfoglalták a Duna mellett lévő régi kis rom templomot, és azt építették újra, hiszen tudni kell, a ferencesek azért ebben az építkezésben nagyon-nagyon jók voltak, nagyon szegény területen is nagyon sok mindent tudtak építeni. Az épület azonban leégett, így a ferencesek új területet kaptak Festetics gróftól. És kapták meg ezt a jelenlegi területet, ahol most ez az épület áll, valamint az előttünk lévő területet, ahol a parkoló van. Ez valamikor csatatér volt, és így is szerepel az iratokban, hogy a csatatér helyszínét kapták meg. Itt kezdtek elépítkezni. 1686-7-re nem lehet pontosan tudni, hogy mikor készült el. Az biztos, hogy a ferences rendet átszervezték Európa szerte, illetve Közép-Európában, és 1757-re,
ha jól tudom, vagy 77-re, nem tudom pontosan, akkor a pesti ferencesekhez került a tolnai ferences közösség, és az 1780-as évekre felépült ez a zárda, és mellette a templom. Na most ebből nem sok minden látszik, mert ugye a templom eltűnt, viszont a zárda megvan, ennek is megvan a története. Második József rendelet alapján feloszlatták a szerzetes rendeket, és Tolnán is feloszlatták a ferences rendet. Utána eladták az épületet. Az 1800-as években egy báró vette meg a létesítményt, és a templommal együtt a továbbiakban dohányraktárnak használta. 1844-ben viszont volt egy hatalmas tűzvész Tolnán, ahol is az egész Posta utca, mai Festetics utca szinte leégett, és begyulladt ez a volt ferences templom és kolostor is, aminek következtében a hihetetlen mennyiségű dohány, ami ott fel volt halmozva, az ugye elkezdett égni, és nem lehetett eloltani. Napok múlva tudták csak eloltani, ennek az lett az eredménye, hogy olyan szinten átizottak és elporlattak a téglák, hogy semmi más nem lehetett csinálni, a templom résszel csak lebontani. Ezért ilyen csonka most ez a templom. Utána a területet kihasználva laktanya lett, huszár laktanya, lett az épület, ide építettek több részt, 1954-től ez gimnáziumként üzemelt, és utána a 90-es években, amikor eladták a gimnáziumot, 1990-es évekről beszélünk, és kikerült a gimnázium a volt laktanya területére, akkor lebontották a volt laktanya épületeket, viszont megmaradt a kolostor, és mindenki számára teljes szépségében látható lett. Jelen pillanatban ez a kolostor rész, ez a földszintjén egy óvodának, az emeletén zeneiskolának ad helyet. A helytörténész felkutatta az egykori kolostor berendezéseit is. Két dolgot tudtunk felfedezni. Kömlődön van az egyik kis harang, ezt le is fényképeztük, meg is van, és Várdombon van az ebédlő, kolostor ebédlőjének a falán lévő hatalmas festmény, ami az utolsó vacsorát ábrázolja. Most rövid reklám következik, majd arra lejtünk szót, elkészültek a víziturizmus kiszolgáló új létesítménytervei. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Mi
Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Nagyot lendíthet a Tolna várost és a környékét célzó turista forgalmon a hamarosan megépülő új kikötő, mely elsősorban a kajakosoknak nyújt majd pihenőhelyet, de lehetőséget biztosít kerékpár és hajó bérlésére is. A terveket a minap mutatták be az önkormányzati testület előtt. A beruházás terveit a város finanszírozta, és a remények szerint jövőre már használatba is vehetik az evezni vágyók. A víz és az ahhoz kötődő hasznos időtöltés napi rutin a tolnaiak számára. A csónakházban is számosan voltak mindennapi vendégek. Volt, aki komoly versenyzőként, és volt, aki csak hobbiból. A tervek szerint a csónakház hamarosan turisztikai központ is lehet, amikor megépül az önkormányzati ülésen bemutatott tervek alapján az új épület. Mindez a várost és a környékét célzó látogatások megélénkülését is jelentheti. Nyilván a turizmus egyébként nagyon sok tényező befolyásolja, például a szálláshely és a vendéglátóhelyek, de mindenképpen azok a turisztikai attrakciók is nagyon sokat számítanak, amik vonzóvá teszik egyébként a települést. És én nagyon remélem, hogy egy ilyen lesz a vizitúra megállóhely is, vagy megállópont is. A Magyar Kajakenu Szövetség keresett meg bennünket néhány hónappal ezelőtt, hogy van egy projektjük, ahol vízi és kerékpáros túra megállóhelyeket hoznak létre. Ennek a költségét gyakorlatilag a Magyar Kajakenu Szövetség vállalja, erre 30 millió forintot biztosít. Nyilván adja magát, hogy a Tolnai Kajakház, ahol a tolnai kajakosok székelnek, ez lesz majd az otthona ennek a megállópontnak. A telek adottságai olyanok, hogy van hely arra, hogy egy ilyen megállóhelyet oda létrehozzanak. Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy megtervezteti saját költségén ezt a létesítményt, és most bemutatásra kerültek ezek a tervek. Az időközben megemelkedő építőanyagárak erősen behatárolják a lehetőségeket. Az elképzelések szerint egy iroda és egy csónakok és kerékpárok tárolására alkalmas térből, valamint egy vizes blokkból áll majd az új épület. Éppen ezért döntöttünk mi korábban arról, hogy a tervezés költségét magunkra vállaljuk, és most láttuk gyakorlatilag a látványterveit és a vázlatterveit annak a létesítménynek, ami remélhetőleg itt a jövő évben megvalósul. Az a stég, amit a kajakosok most jelen pillanatban is használnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy ezeket a hajókat ott majd vízre tegyék, és onnan majd visszavigyék ebbe a tárolóba. És én remélem, hogy minél többen fognak majd akár a Sió felé, akár Dombori felé hajózni majd a Tolnai Holdonán. Aki vízen érkezik ide, annak lehetősége lesz arra, hogy kerékpáron folytassa a kirándulást. De aki nem rendelkezik kajakkal vagy kenuval, nekik is lehetőségük lesz majd a hajóbérlésre. A terv az, hogy ugyan nem az önkormányzat fogja üzemeltetni ezt a létesítményt, mi a helyet biztosítottuk, de majd a Kajakkenu Szövetség keres egy olyan vállalkozót, most hogy az egyesületet fogja megbízni ezzel, vagy egy másik egyesületet, vagy egy vállalkozót, ezt egyelőre erről nincs tudomásunk, de nyilván tárgyalások folynak, és én azt remélem, hogy aki a víz szerelmese, az nem csak önmaga szeretne hajózni és kerékpározni mellette, hanem szeretné ezt esetleg bemutatni másoknak is, úgyhogy én könnyen el tudom azt is képzelni, hogy konkrét kultúra tervekkel felkészülve ajánlják majd ezt az attrakciót az ide látogatóknak. Tolnáról Fadra, illetve Faddomboriba kerékpáron már biztonsággal el lehet jutni, hiszen átadásra került a kerékpárút, és ezt kiegészítve most nyilván a kerékpár út is oda vezet, vagy ez mellett vezet el, tehát nagyon könnyen megközelíthető ez a pont akár kerékpárral, akár hajóval. A tervek szerint, mire az idő újra hajózásra és bringázásra lesz alkalmas, már megkezdheti működését az új turista kiszolgáló egység a Tolnai Holdunán. Halloween-i kézműves tartottak a Magházban Tolnán. A programon kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot, hiszen volt lehetőség festeni, koszorút készíteni, vagy akár süteményt is süthettek a résztvevők.
Tolnán a Magházban már hagyomány, hogy Halloweenhez közeledve kézműves foglalkozást szerveznek a könyvtárral együttműködve. Ilyenkor akár be is öltözhetnek a résztvevők, asztal és ajtódíszt, lámpást, denevért és még számos az ünnephez kapcsolódó díszt készítettek azok, akik ellátogattak a programra. Úgyhogy van egy ilyen nevezett anyag, amiből így összeállítottak a játszinek, és azt én kifestem, és teszek hozzá ilyen termést. Manapság már egyre többen ismerik a Halloweenhez kapcsolódó szokásokat. Beöltöznek, elmennek a temetőbe, meg így bekopognak az ajtón, és akkor csokit vagy csalunk, és akkor így adnak. Azért belecsempésztünk őszi dolgokat is. Vannak koszorúk, ajtókoszorúk, akkor asztaldíszek, ott kimondottan a tökre koncentrálva. Próbáltunk természetes anyagokból, fából gombákat hozni, hálkot lehet festeni, de a megszokott lámpást el lehet készíteni, amivel elvileg este fele a sötétben még fel is vonulnak a gyerekek. Úgy tervezzük általában ezeket a foglalkozásokat, hogy a legkisebbeknek is, azoknak egy ilyen festéssel általában készülünk, de a felnőtteknek is mondjuk egy ilyen ajtókoszorú elkészítése, ha úgy igazából aprólékosan elkészíti, akkor az egy inkább egy felnőttes munka lehet. Van denevér, akkor szellemlámpás, van fekete macska, van boszorka, úgyhogy ezekkel készültünk Halloween partira. A Tolnai Városi Könyvtárnak már ez hagyományos rendezvénye, és most összefogtunk a Magházzal, akik ugyan kollégák, de hát ugye külön intézményegységként működünk, és egy közös rendezvényt, egy halloweeni partit hoztunk össze, ami ugye nem csak gyerekeknek szól, felnőttek is jöhetnek, hiszen az asztaldíszek, az ajtódíszek, ezek felnőtteknek való kézműves foglalatosságok inkább, valamint a Magház vállaltam, mivel hogy van kemencéje, és azt be tudják fűteni, hogy süteménysütést szerveznek, úgyhogy ilyen boszorkány új nevezetű édes sütemény sütés lesz itt a kézműves foglalatosságok után, közben, előtt, kinek milyen kedve van. Kevesen tudják, hogy a szokások, mint a jelmezbe öltözés és a tőkfaragás eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Szakemberek szerint a tőkfaragás egy ősi kelta tradíció. A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltöznek az élőkbe, az emberek félelmükben beöltöztek különböző álcázó jelmezekbe. Így akarták becsapni és összezavarni a szellemeket. A Halloween, mint hagyomány nálunk azért nem nagyon él, illetve faluhelyen azért élnek halottak napja előtti hagyományok és ilyen gonoszűzési hagyományok, de ezeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert hogy ugye Halloween, mint olyan, az angol száz hagyomány. Szeretnénk ezt némileg népszerűsíteni, és ezt a köztudatba bevinni, hogy ez nem a halottak napja meggyalázása, nem a minden szentek meggyalázása. Ez egy nagyon vidám ünnep, főként azért, hogy ne féljünk annyira a sötétségtől, a téltől, a hidegtől, és közösen vidámsággal próbáljuk átvészelni ezt az időszakot. Bár a szakértők csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztő töklámpás, mint a busóállarc. Az ellenség eltántorítására, elűzésére használták. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt dísze lett, és csaknem az ország szinte minden pontján tartanak az ünnephez fűződő programokat. Önök Telena című magazin műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!